Sziasztok! Hát úgy néz ki, hogy beköszöntött az ősz, esik az eső, úgyhogy nem tudom az utcán fölvenni a kis szokásos mondani valómat, de folytatom a hangszerboltba látogató sorozatot, és hát mondhatom, hogy ma is egy, hát gyakorlatilag szerintem egy ikonikus hangszerboltba fogunk ellátogatni, a Vintage 52-be megyek el, és megnézem, hogy milyen gitárok vannak, kiknek érdemes oda menni, milyen egyéb extra szolgáltatások vannak, amik máshol esetleg nincsenek. Egy gyors kis mementó, nem tudom, hogy fogalmazzak, amikor még vidékről jártam föl Pestre, hogy gitárokat nézegessek, akkor a Vintage 52-be biztos, hogy mindig bementem. Egy az, hogy közel van a Nyugatihoz, és még nem ismertem Budapestet annyira, hogy messzebb merjek elmerészkedni. A másik meg, hogy ott mindig volt valami különleges hangszer. Remélem ez most is így lesz, és remélem, hogy meg is engedik, hogy kipróbáljak egy frankó kis gitárt. De még mielőtt bemegyek, az történt a múltkor, képzeljétek, hogy megkóstoltam a kombucsa teát. Pont azon a helyen voltunk, ahol Mark Ruffalo, azaz a Hulk, meg hát nyilván sok egyéb szerepet is játszott, de nekem ő a Hulk, volt, és ott kávézgatott, teázgatott, és akkor megkérdeztem az ottaniakat, hogy mit ivott, és mondtam, hogy ugyanazt kérek, amit ő. És hát ez a kombucsa tea volt, úgyhogy most elmegyünk ide, megmutatom, hogy Mark Ruffalo hova jár, hogyha Magyarországon van, és megmutatom, mi az a kombucsa tea. Kezdjük is el. Folyamatosan esett az eső, így szemüvegesként ez extrán élvezetes, de itt vagyok a Gentry Cafe and Brunchban, ami egyébként a Calvintól van nem messzi, a Királyi Pál utca 9-es szám alatt. És most kérni fogok újra egy kombucsa teát, Mark Ruffalo itteni kedvenc italját, és utána még gyorsan pár szóban itt a főnökkel, aki egyébként nagyon kedves és gitárrajongó, beszélgetünk arról, hogy miből is áll egy kombucsa tea. De már itt is vagy. Itt van, itt is van. Szóval mi a kombucsa? Mi a kombucsa, és mitől olyan különleges, és mitől egészséges, és miért ez isz a Mark Ruffalo is? Jó, tehát a kombucsa az egy élő kultúra, olyan, mint a joghurt vagy a kefir. Aha. Ez egy japán gomba, tengeri gomba. Igen. Opa. Lényeg az, hogy ez megemészti a kis cukrot, meg a koffeint, ami a teában, kávéban van. Aha. És lebontja egy ilyen savanykás dologgá. Illetve miután ez lebomlott, igen, még marad benne egy kis cukor, mi ugye ebből jön ki széndioxid, mi ezt lezárjuk. Ugye ez természetes széndioxid, ami igen, benne van. Igen, mi ezt lezárjuk, és második fermentáció, ez elkezd bubisodni. Aha, én azt hittem, hogy a szénsavas vízzel felöntöttek valamit, de nem egész. Nem egyen bonyolultabb a folyamat. És akkor hát igazából attól nagyon jó ez, egyrészt, hogy élőkultúra, tehát emésztések nagyon jót tesz, meg egy fancy dolog, mivel nem sok helyen kapni, bár a reggelizők kezdenek rákapni. Igen? Igen, 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 mert megkóstolom közben. Teljesen mindegy, hogy milyen most kell elájulni. Atya úristen. Hát ez, de egyébként annyira különleges íze van, hogy amikor legutóbb ittam itt először, akkor azt hittem elsőre, hogy ez nem fog ízleni nekem, és utána, amikor másodjára belekóstoltam, rájöttem, hogy ez majdnem, hogy az egyik kedvenc italom lett. Úgyhogy nagyon, nagyon extrém, mindenki, és ez nagyon egészséges is. Igen, igen, igen. Emésztést nagyon-nagyon-nagyon nagyban. Elsősorban segíti, if you know what I mean, és másodszorban pedig meg ez könnyít is, tehát hogy nem egy nehéz dolog, tehát ezt hidegen fogyasszák. Igen, hideg is, jég is van benne, tehát igen, nem igen, egy meleg. Nem egy őszi valami. Akkor de mitől van, tea ez? Attól, hogy... Hogy a teába teszünk cukrot, bizonyos arányban egy előző kombucsát, illetve a kombucsa gombát, és az a cukor az lebomlik, de te az alap, a bázis. Mindig is kíváncsi voltam, nekem a kovászos uborkával van ez, hogy ezt hogy találták ki az emberek? Hát ki volt az első, aki ezt rakni. Megcsinálta? Hát a káposzta is. Tehát, hogy először is uborkából sok van, úgyhogy ezt valahogy el kell tenni. Elrakják sós vízbe. Ja, hogy ez valami tartósítás. Persze. Vagy például káposzta is, hát fáj a gyomrod, ha csak úgy nyersen megeszed, besózták, hogy meg tudják emészteni. Aha. És akkor hirtelen lett kis savanyú káposzta, koviubi. Zseniális. Ja. Szóval, gyertek kombucsát inni, mert egészséges, gyertek kombucsát inni, mert Mark Ruffalo is ezt iszza, és gyertek a Gentry Cafe and Brunchba, mert Mark Ruffalo-val is találkozhatok, nem viccelek. De egyébként tényleg ide szokott járni, állítólag. Volt itt, igen. Volt igen, itt, igen. Majd belinkelek egy fotót. Hulk, kér még kombucsa. Királyi Pál utca 9, és már rohanunk is tovább a Vintage 52-be.
Köszöntöm. Ciao. Csőzzetek. Hát meg is érkeztem időközben a Vintage 52-be. Nagyon sok kérdésem van hozzád. Attilával ülök itt, aki a Vintage 52-nek a vezetője. Sziasztok. Kegyetlen érzés egyébként itt lenni. Extrém durva, régi és különleges hangszerek vannak. Na mindegy is, hol is vagyunk pontosan, mi ez a bolt, mióta van, és a legfontosabb kérdésem, hogy miért 52? Hát 1993 óta van, de a maga a Vintage 52 felirat, az 94-be került a boltra, tehát 1994 óta van Vintage 52. Az 52-t azt, hát én is már három történetet hallottam, de alapvetően egyébként az elektromos gitárok megszületésének a hivatalos dátuma. Sejtettem, hogy ilyesmi lesz. Igen, tehát körülbelül ez a magyarázata az 52-nek. A Vintage az pedig annak a tudatossága volt, hogy ugye öreg hangszerekkel, ugye azt gondolom sokan tudják, hogy itt használt hangszerekkel foglalkozunk főleg. Ugye a mi profilunk az nem az új hangszer, hanem a használt hangszer és a régi hangszer. A fő profilotok azért vannak új hangszer. Vannak, így van. Úgyhogy ezért került a Vintage. Honnan ez a régi hangszerek iránti érdeklődés? Illetve, ha nem tudom, hogy össze lehet ezt hasonlítani, fogalmam sincs itt a piaci mozgásokról, de hogy mekkora igény van manapság mondjuk az ilyen korú gitárokra vagy a használt hangszerekre? Hosszúakat kérdeztél, illetve rövid volt a kérdés, de a válasz annál hosszabb. Ugye az, hogy a vintage hangszereket vagy a használt hangszereket honnan ered, hát aki gitározik, az tudja, hogy azért vannak legendás hangszerek, vannak olyan hangszerek, amiket nem tudsz kikerülni akkor, hogyha elkezdesz gitározni. Tehát mondjuk én olyat, aki pár éve gitározik valamilyen szinten és nem ismeri a Gibson Les Paul-t, vagy a Fender Stratocastert, az viszonylag ritka. És ennél tovább is tudunk menni, tehát ugye a vintage az nem áll meg ennél a dolognál. Ugye ez annak idején egy nagyon fontos része volt a zenének, mert bár te végtelenül fiatal vagy, de hát ugye amikor majdnem, hogy egyetlen egy darab hangszerbolt volt Magyarországon, akkor ugye elárasztották a régi kelet-német, kelet-európai, most mindegy, hogy milyen hangszerek, ezek elárasztották a piacot, és akkor egy hatalmas dolog volt, egy eredeti, bármilyen más. Tehát Virágos. Még akár egy Framus is, vagy egy nem tudom, egy Hagström, az egy ilyen csodaszámba ment. Aztán később ez szelidült, de hát ez, én azt gondolom, hogy szinte mindenkinek valamilyen kötődése van a régi gitárokhoz. Ha nem, tehát az arányok változnak, de valamennyire van. Nekem is egy viszonylag régi gitár van, nem annyira nagyon régi, de vagy a 90-es évek elejéből származóiban ezzel játszom most. Egyébként szerinted az érzelmi töbletem meg ahhoz, tehát hogy nem tudom megfogalmazni pontosan jól. Hogy mennyivel jobb egy régi hangszer, igen, hogy azon túl, hogy nyilván máshogy nyúlsz egy 50 éves gitárhoz, mint egy éves most friss elejé, hogy ezen túl miben ad többet egy használt hangszer, vagy egy ilyen vintage gitár? Ez is egy hosszabb lélegzetű dolog. Ugye egyrészt van a misztérium, amivel nagyon sokan élnek és visszaélnek. Másrészt pedig valójában egy csomó olyan technikai dolog van, amit lehet csűrni, csavarni, de sajnos ahogy a mi fülünk szocializálódott, vagy a generációnak a füle szocializálódott, az ezekre szocializálódott rá. Hát mondok egy példát, ma már ott tartanak, lehet, hogy nem mondok hiteles adatokat, de ott tartanak, hogy egy 12-szoros hangszóróból olyan viszonylag 1000-1200 wattot ki tudnak hozni, és mondjuk tudnak olyan 12-szoros hangszórót csinálni, amelyiknek az átvitele közel lineáris, de a gitárosok még mindig egy 25 wattos, Alnico mágneses, lemezkosaras hangszórót vannak oda. Na most annak idején ugye egyrészt a fák minősége egy picit más volt. Nagyon érdekes dolog, hogy vannak olyan 50-es évekbeli hangszerek, amiket folyamatosan használtak, de a bundjaik nem koptak el. Nagyon sok olyan apróság van, amire azt mondják, legyindenek az emberek, de ugye mondjuk egy olyan wah-pedált használsz, amit még azelőtt csináltak, mielőtt még kivonták az olmot, annak egy picit más hangja van. Hogy ez jó-e vagy nem, azt mindenki megítél. Én nekem konkrétan botfülem van, tehát hogy én azt se tudom megkülönböztetni, hogyha így konkrétan elírtok egy gitárt, hogy ez ilyen fa, az olyan fa, ennek ilyen, ennek olyan. Én ezért szkeptikus vagyok ezekkel, én nem hallom ezeket, de nyilván ez borzasztó sok embernek meg nagyon sokat számít. Az már másik kérdés, mondjuk szerintem, hogy egy
Szóval, hogy mondjuk egy felvételen ennek mennyire van jelentősége, de ez is szerintem inkább a személyes varázsa van ennek. Nem. Nem? Én azt gondolom, hogy nekünk is ez egy nagyon fontos dolog, ha azt gondoljátok, hogy lehet, tudtok ilyet csinálni. Nekünk egy dolog mindig bevált, az ABA teszt. Aha. Tehát megfogod az egyiket, játszol rajta egy picit, közvetlen utána egy B-tesztet, és utána vissza az A-ra. Én a százalékokban hiszek, nem csak azért, mert mindegy, tehát a százalékokban hiszek, hogyha valamiben nincs meg az elején az a 2-3%, amivel tudod azt, az a különbség, hogy mondjuk egy hagyományos bund van benne, vagy egy rozsdamentes acél, azt a végén már nem tudod kipótolni. Aha. Tehát, hogy olyan pici százalékok vannak, mondjuk ez a magánvéleményem, hogy egyrészt senkit nem érdekel, hogy milyen gitárral játszunk, ezt gondolom néhány szakmabelén kívül. De hogy bizonyos százalékok vannak, tehát az, hogy te milyen fogólapot használsz, az nem fogja 100%-ban elvenni a karakterét a hangszerednek. Mert hogy például az, hogy milyen hangszedő van benne, az sokkal nagyobb százalékban nyilván számít. Igen. Pár százaléknyi kényelemért, igen, egy pár százaléknyi dologért neked sok-sok-sok pénzt kell fizetni. Van lényege? Kérdés az, hogy van, akinek számít-e, vagy igen, nem. Van-e mondjuk kedvenc évjáratod? Vagy mi itt a legrégebbi hangszer? Vagy mi az, amire azt mondod, hogy ez és semmi más? Ugye elég sok gitár azért megfogol a kezedet. Igen. Én rád akartam bízni egyébként a döntést, hogy felsorolok egy pár dolgot. Nekem van kedvencem, de ez mit sem számít. Hát csak a... Én Les Paulos vagyok, aha, tehát én a 72-es Les Paul-t gondoltam, hogy... Igen, de nem sosem értettem ezt, hogy mi a különbség a 72-es, vagy mondjuk a 73-as között. Hát majd kipróbálok. De volt egy kérdésed még, amire nem válaszoltam, igyekszem most ezt, hogy van-e létjogosultsága a mai világban, amikor interneten, marketplace, különböző adásvételi oldalak, most mindegy, hogy melyik, ugye Facebook, illetve hát a személyes átadás. Nézd, sokat gondolkodunk rajta, ha majd nem lesz, akkor be fogunk zárni. Amíg van, mi ezt gondoljuk. Egyrészt az, hogy így sokfajta gitárt tudsz kipróbálni egyben. Igyekszünk valamilyen felelősséget vállalni azért, amit eladunk. Illetve még egy dolog van, addig a pillanatig, amíg egy hangszert meg kell fogni, addig a pillanatig igenis egy boltba, ahogy bemész és végig fogdosod. És még egy dolog van, felnőtt egy olyan generáció, ezt csak a saját boltunkra értem, akinek egyszerűen drágább az ideje annál, mint hogy válaszolgasson 27 darab e-mailre, és egyszerűen hajlandó azt inkább, hogy rábízza egy olyanra, egy olyan helyre, aki azzal foglalkozik, abból él, hogy fogadja az embereket, hogy ki tudják próbálni nyitvatartási időben, ami trükkös, de azt ugye be tudnak jönni, és ki tudják próbálni a dolgot. Bocsánat, hogy a szavadba vágok. Igaziból azt szerettem volna még kérdezni, és utána szerintem nézzünk körbe a boltba, és közben még sztorizgathatunk, hogy ti hogy választjátok ki a hangszereket? Behozza ide valaki, hogyha úgy ítéltek, hogy jó, akkor megveszitek, vagy ti jártok és kutatjátok, és próbáljátok összeszedni a világ minden tájáról? Három módja szokott lenni. Az egyik az, hogy behozzák a hangszert és bizományba itt hagyják. A bizományos értékesítés annyi, hogy nem vesszük meg. Uh-huh. Ennek prózai oka van, elárulom, anyagi oka van. Sejthető volt. A másik, amikor behozzák a hangszert és megvásároljuk, akkor felmérjük. Tehát azért majd azt látni fogják a nézők, hogy ugye van fölöttünk egy hangszerjavító műhely, és hát a hangszerjavító műhelyben átnézzük, és akkor megvesszük a hangszert. A harmadik lehetőség az bármilyen hihetetlen, de tényleg az, hogy mi mászkálunk, vagy hát vannak kapcsolataink, és nagyon sokszor látok olyat, hogy áll egy olyan hangszer, mondjuk a nagy szobában, amin 3,6 centi vastag por van, és akkor megkérdezem, hogy ezzel mit fogsz kezdeni, és azt mondja, hogy szeretném eladni, de hát itt a sarokban nem fog elkelni, és akkor bekerül hozzánk. Aha. Attila, szerintem nézzünk szét, menjünk föl, ott van a brutális nagy műhely, egyébként igen, irgalmatlan szervíz is van itt, de szerintem ezt azért már nagyjából tudják rólatok, de minden esetre nézzünk szét, hogy ott esetleg van-e valami különleges hangszer most javítás alatt. Van. Gyorsan itt összeszedem a miksiket, és már megyünk is föl. Gratulálunk a hangszerhez. Köszönöm szépen, köszönöm. Hogy ez?
Normál esetben ugye fordítva történik, tehát itt igen. Ugye lefelé jövünk. Na jó, felérkeztünk időközben, tehát várjatok, gyorsan csak megmutatom. Itt jöttök be, kijövök, és ugye jöjjünk ki, és jöjjünk be. Itt jöttök be brutálisan, ez itt a Balzac utca. És a Szent István Park sarka. És a Szent István Park sarka. Ott már egyből a Duna. Oké. Okay. Yeah. Ati nem yeah. Így szokott fogadni mindenkit, de most beérkezünk, és egyből a műhelybe érkeztünk be, és itt még a plafonról is gitárok lógnak. Ezek speckó hangszerek, jó hangszerek, igen. Vagy csak ezek már nem volt nekik ezek hely. Ezek a kelet-európai hangszereknek egy ilyen kis szemelvénye, tehát igazából egy pár darabot, amit annak idején lehetett kapni a Triálban, illetve az én kedvenceim, ezek mind itt vannak fent. Nagyon menők. És hát igyekszünk úgy csinálni, hogy a fiatalok, akik bejönnek, azok rá tudjanak nézni erre, hogy hát valaha ilyen hangszereken játszottak, és ez tényleg ilyen hangszereken játszott. Pont egy véletlen, de ilyen hangszert mi sem látunk. Úha, hát várjatok. 3-2-1. És hát... Még 3, éppen 4-5. Ez egy, mi ez egy? Hát ez egy, nem is hallottam még. Én mi sem hallottunk róla, de minden esetre... Jó, tehát van egy fretless, van egy rövid menzúrás, és két hosszú menzúrás, meg egy 12 fúrós. Jézus, atya úristen. Úristen. Csodálatos, használhatatlan hangszer. Nagyon brutális. Gyertek be a szervízbe. Oké, okay, még itt van jobb oldalt, itt is van egy kis szervízpad, itt inkább az ilyen általános beállítások. Nem, itt forgásban vannak a hangszerek, tehát minden olyan dolgot csinál mindenki, amit kell, beállításokat, javításokat, pótlásokat, ezt az mindenki csinál. Oké, okay. Na és akkor na, a szentély. A szerviz, a szentély, így van. Én így képzeltem régen egy manufaktúrát, hogy ülnek egymás mellett az emberek, akik brutálisan értenek mindenhez, és dolgoznak. Szerintem ez egy manufaktúra. Tehát így kell kinézni, ez az. Így kell kinézni. Tivadar, Csambolik Tivadar, hangszerészmester. Sziasztok! Ő az, aki vezeti a szervizt. És éppen most itt mi történik? A pozíciójelölő pótlást csináltam éppen, de szerencsére éppen. Éppen elkészült. Én is hoztam még annó ide a gitárjaimat, és hát Tivadar eléggé érti a dolgokat. Tivadarunk az, aki így felelős, illetve még egy apróság van, ugye mi oktatunk is. Ó! Úgyhogy... Na várjál! Jó. Tehát... Oktattok? Jól értem? Így van. Mi a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alá tartozó Bartók Béla Konzinak van egy hangszerkészítő szaka, és a Tivadar ott az egyik kiemelt gyakorlati tanár. Tehát nem az van, hogy ide be kell jönni és lehet jelentkezni tanulásra, hanem ez akkor oda kell jelentkezni az egyetemre, és akkor onnan jönnek. Így van. Hát a Bartók Béla Konziban. Konzi, aha, jajajaja. Így van. Úgyhogy látom, hát ezek... itt a fiatal munkaerőtök éppen. Igen. A tanulók? Hát bocsánat, ő egy végzős emberünk, úgyhogy itt már komolyabb dolgokat csinálnak. Aha. Ezek pedig azok, amik várnak a javításra. Bármilyen feladattal megbirkóztok? Nem. Volt már olyan, amire azt mondtátok, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni? Vannak, amiket nem vállalunk. Aha. És azt miért nem mondjuk? Hát például teljes testet nem tudunk fényezni. Aha. Tehát fényezési munkákat. Aztán vannak olyan hangszerek, amiknek az átalakítását nem vállaljuk el. Aha. Például egy régi stratónak a szkalopálását nem vállaljuk el, ezt nem csináljuk meg. Világos. De okay. Volt ennél sokkal, tehát hogy öreg hangszerek, régi vintage hangszereknek, itt egy belemarás, ezt-azt, ezeket nem csináljuk meg. Aha. Na jó, és akkor menjünk. Gyertek. Le a induljunk. Bolt részlegbe. Itt is gityók, ezerre. Jó, megyek én erről, hogy le ne essek a kamcsival. És akkor már eleve itt már 5 millió kis pedálba ütközünk így kapásból. Hát igen, ez is. Ezek eladók, vagy ezek inkább ilyen gyűjteményesek ezek is?
A gyűjtemény minden része eladó, de ajánlani kell érte a pénzt, tehát meg kell győzni engem, hogy kivegyem a gyűjteményből őket. Alapvetően hosszú évek óta gyűjtögetjük őket. Mindenféle. Jó, ez egy kisebb, vagy hát így nagyjából a fele annak, nem fér ki a többi. És akkor itt érkezünk meg a boltba magába. Ezek ilyen alkatrészek, gondolom. Igen, ezek használt hangszedők, mindenféle olyan dolgok, amiket behoznak hozzánk. Aha. És hát itt, most várjátok csak, tehát itt kegyetlen sok erősítő is van, ezek is mind használtak. Igen, 95%-a. Aha. Igen. Jó, akkor most már felmegyek a gityósorra. És melyikben egy időközben megyek le. Itália. Hát itt lesz mit nézni. Az mi az a régi japán arirang. Arirang? Igen. Kegyetlen, soha nem hallottam. Kettővel később ott van egy Ibanez gyártmányú, unbranded, tehát nincs brandje. Nem mondod. De. Ez a 70-es éveknek egy csoda gitárja. Mögötte egy átalakított Jolana jántár, amiben aktív EMG hangszedőket szereltek. És az a Jolana az ott bent, azt most nem tudom mennyire az látszik. Egy Jolana Alexandra, de annak az a különlegesség, hogy 12 húros, amiből nem sokat csináltak, olyan 70-120 darab között csináltak el a leírások szerint. Kegyetlen. Jó, ez meg egy baromi régi Framus. Szintén 12 húros, amiből szintén kegyetlen. Nagyon kevés van. Nagyon brutális. Igen, de hát itt végig lehet sorolni. Jó, ez Echo. Ez egy Echo, igen, ez egy 60-as évekbeli. De Echo, alapvetően ez sose volt egy nagy márka, nem? Nem. Ez Olaszországban egy nagyon nagy divatnak hódolnak ezeket a gitárokat, ezeket nagyon ilyen dizájnosra csinálták, és ennek vannak gyűjtői. Aha. Tehát az Echo az ebből, hogy ott abban a kultúrkörben ez a csillámos koptató, meg a 36 darab hangszedő, meg a 4 darab tremoló elő-hátul, ezek mind. Nem akarok hülyeséget mondani, de tuti, hogy ilyen volt az első gitár erősítőm. Ez abszolút lehetséges. Hát ez megőrülök. Na ez például most nagyon nosztalgikus érzés. De nagy. Meza. Yes. 4-10-es, szóval ezt le kell tenni egy stúdióba, is ott kell használni, de brutális, tehát tényleg nagyon jó. Úristen, de ez egy köves, aha. Igen, de mögötte meg ott van egy anniversary szériás marsalláda, plusz rajta egy 25-55-re is sú. Mellette egy átalakított és feltuningolt Vermona, tehát hogy itt azért előkerülnek mindennek csoda dolgok. Bass gitársor. Ezek is használtak? Igen, nagy részt. Aha. East. Gibson Victory. Jó, hát ezeket még csak nem is láttam, ezeket a típusú gitárokat. Warwickok, Kovark, aha, ott egy Epiphone, azt még gyorsan oda megyünk. Fretless, aha. Hát. Ez meg már az újabb Ibanez. Ez Talman. Rossz hír azoknak, akik bejönnek és nem kérdeznek, hogy a mögöttem látható, meg a te mögötted látható kemény tagok tele vannak még gitárokkal. Tehát vannak jó, olyanok, amiket akkor megmutatom. Nem szoktunk kiakasztani. Az SRV az árulkodó, mondjuk. Igen. Úristen. Igen. Akkor még itt ezek a jazz gityók. Igen. Valaki most pont azt mondta, hogy utálja azt a szót, hogy gityó, úgyhogy ezek a jazzgitárok a nevében is, és hát tőle kérek elnézést, Jolana, nagyon menő. Igen. Nagyon hát menő. Van itt minden, de még a tokok között is vannak jazzgitárok, úgyhogy vannak, amiket nem szoktunk kiakasztani, és hogyha egy picit továbbmész, ez csak egy kis színesítés azokból a dolgokból. Nosztalgia. Tehát ez a saját hülyeségem, ugye van egy Con hangológépem, ami az összes Pink Úristen. Floyd koncerten ott virít a David Gilmour mögött. Van ilyen aláírt, meg mindenféle ilyen évfordulós pedálokat, azokat itt gyűjtünk. Nagyon a Trio Dada című dalából a Casio szintén, de
de hát ez ugyanaz. Szóval, hogy vannak ennek a világ legnagyobb és legnehezebb wow pedálja, ezeket mind összegyűjtöttem, ez egy darab ilyen wow pedált, nem volt pedálbord barát. Ez egy Marley, gondoltam. Ez egy Marley, igen. Úgyhogy van is. Jó, menjünk át, akkor még itt van gyorsan a klasszikus akusztikus gitár részleg. Itt nagyjából keverve vannak a... Itt is ukulelék is az ukulelék. Nyilván, igen. Igen, hát ez egy népszerű termék, úgyhogy igen, azt be vagyunk raktározva belőle. Rámus kort. Itt brutális hangszóró kiállítás. Jó, vissza a gityókra. Aha. Hát úgy látom, hogy inkább elektromos gitárból vagytok. Igen. Itt kortok vannak, Yamahák, aha, de mondjuk van ott egy nagyon régi Framus. Meg ott bent is még. Hát, az a abszolút nem értek hozzájuk. És nem helyesen. Csak kérdezz. Aha, Strunál, Hanika. Ezek már jó hangszernek számítanak? Nekünk van egy nagyon fontos mérőszámunk, ez pedig az árérték arány. Aha. Azt gondoljuk, itt lehet márkát mondani? Persze. Tehát a kortokról is azt gondoljuk, köszönjük szépen, a kortokról is azt gondoljuk, hogy bár biztos vannak olyan hangszerek, amik mondjuk népszerűbbek, vagy lehet, hogy objektíven rá lehet mondani, hogy jobbak, de az árérték aránya viszont zseniális. Aha. Ezért szeretjük őket. Igen, ezzel mondjuk én is abszolút egyetértek. Igen, tehát hogy jól beállítható, normális hangszerek, azt tudom mondani, hogy szeretik az emberek, igen, mi is szeretjük. Ez kérlek szépen, ez egy ismerősünknek a pedál gyártmányai, bár a dizájn mindig hagyott némi kívánni malót maga után, az biztos, hogy meg lehet ismerni, igen, a pedálbordon. Ezek fejlesztett pedálok, tehát az azt jelenti, hogy van egy alap, és ő fejlesztett hozzá valamit, aha, jobb alkatrészeket picit átmódosította, de alapvetően mindegyik hasonlít valamire. Ezek a használt, illetve új pedáljainknak egy része. Oké, és van még itt a középső részleg, ja, de hát várja, itt is nyilván pengetők, tehát hogy itt vannak lent a húrok, az ott esetben nyak. Igen, ez egy például egy true temperament nyak. Aha. Azt ismered? Igen, hát ment, hogy láttam már ilyet, de hogy... És abból emelkedik ki. Aha. Hát ez a... Ó, nem ilyen. Aha. Nem tudok. Szép az iban ez is amúgy. Nagyon. Jó? Nagyon szívesen. Szia, viszontlátásra. Ott mindenféle kiegészítők, húrok. És hát... Ati, dolgozó kollégák. Ati Ad, aki a boltot vezeti. Jó, hát várjál. Az van, hogy ezt mondjuk ekkor már ezt megmutatom, hogyha itt vagyok. Ez micsoda itt? Ez a Tátrai Tibor gitárjának az 1:1-es másolata, nem, illetve annak a prototípusa. Tehát készült neki is. Anyám. Igen. Az eredeti hangszert, amiről ez máshol van, ez a Tibus legendás piros gitárja, ezt egy trió készítette, három ember készítette. Szőketasi Zoltán, aki Isten nyugasztalja nem él, a Bíró Ádám, aki szintén Isten nyugasztalja nem él, már nincs közöttünk, és Mihályi Balázs, aki viszont csodálatos basszusgitárokat készít, és... ezt ők készítették az eredeti hangszert, aha, és az utóbbi időben felmerült a kérdés, hogy milyen hangszert szeretne a Tibus, és addig-addig fejlesztettük az általa kívánt hangszert, mint egy pontosan ugyanolyat nem kívánt, mint amilyen van neki, aha, és akkor legyártottuk az eredeti alapján a másolatot, ezt már nem a Balázsék csinálták, és hát ez annak a prototípusa, aha. Úgyhogy a Tibusnál is van egy másolat, nekem is van egy, illetve a készítőnél van még egy. Az egy hangoló. Az egy hangoló, igen. Ez így kihúzod, és akkor behangolja. Hát megőrülök. És mi utolja a... Úgyhogy sokan kérdezik, hogy mi köze van ennek a hangszernek a Casiohoz.
van köze hozzá. A Tibusznak a legendás hangja az a Casio gitárból jött, ugye az MG510-esből, de a hátsó hangszedővel nem volt megelégedve, ezért az első két hangszedőt azt az összes legyártott hangszernél egy-egy Casio hangszerből szedtük, vagy pedig hát magát elektronikát vettük, igen, az évek alatt összegyűjtögettük, és a hátsó hangszedő az pedig egy egyedileg készített, illetve nem egyedileg készített, egy gyári dimáció hangszedő, amiből le lett tekercselve, hogy illeszkedjen a Casiohoz. Illetve van benne egy hangoló, ahogy az előbb láttátok, a hátsó hangszedő felezhető, és gyakorlatilag ennyit tud a hangszer. Kegyetlen. Jó, most konkrétan az van itt, kedves mindenki, hogy tényleg órákat lehetne mesélni minden hangszerről. Ezt én most így nem vállalom a videóban, de mindenféleképpen gyertek be a Vintage 52-be, és akkor személyesen is találkozhatok ezekkel a hangszerekkel. Biztos, hogy nagyon szívesen meséltek akkor is róluk, meg ha úgy van, akkor némelyiket biztos meg is engedik, hogy kipróbáljátok. Abszolút. Balzac utca 54. 54, Vintage 52, szerintem már nagyon sokan tudjátok, ha nem, akkor meg azonnal irány a, nem tudom mi, a trolli vagy a busz, és akkor ide be kell jönni. Még egy kérdés, hogy esetleg bármilyen olyan gityó, amire azt gondolod, hogy nekem ezt most feltétlenül ki kéne próbálnom, van-e itt a tarsolyatokban, és akkor van erre lehetőségem? Nekem rossz hírem van számodra, igen? Egyrészt meg fogunk ajándékozni, másrészt pedig... Nem fogadom el. De másrészt pedig rád akartam bízni, hiszen annyi minden van, tehát akár Stratót is kipróbálhat, Les Pault, bármi, ami, tehát itt nálunk a hangszerboltban olyan... Az van, hogy te tényleg bőségzavara van, igen, itt, és én meg inkább bízom a te értékítéletedbe, hogy azt mondod, hogy ez egy jó gitár, és akkor én is megnézem, hogy ez mennyire jó gitár. És a másik szégyen teljes dolog, tehát nem hoztam pengetőt. Azt megoldjuk valahogy, ha más nem, akkor ollóval kivágunk neked majd a bankkártyából. Jó, az enyémből. Persze. Királyság. Hát akkor nézzük egy gitárt, és akkor már is megnézzük, hogy miért találtam. Hajrá! Na hát, kegyetlen lesz. Ő micsoda? Ez egy régi 80-as évek elejéről származó Condor nevű japán minisztrat. Fogalmunk sincs, hogy miért csinálták, de indokolatlan. Akkor ezt lehetett kapni. Igen, igen, igen. Valószínűleg egyébként gyakorlásra, vagy valami ilyesmire. Aha. Hát de pont nem tudsz rajta gyakorolni, mert miért gyakorolsz olyat, amit a másikon nem tudsz megcsinálni? Tehát, hát hogy a ilyen... japánok picik. Jó, na nézzük. Egyébként egészséges. Igen. Ja, kicsúszik ez a penget a kezemből. Nagyon-nagyon furcsa rajta játszani, tehát hogy... És a nyújtás az, ami meg sokkal kisebbet kell nyújtani, mint... Meg a rövid menzúra miatt eleve a hang is, meg a kezelés is más. Ha megengeded, segítek rajtad, jó? Igen. Mehetünk. Há, nem fél az ujjam! Anyám, ennyit kell nyújtani. Körülbelül 2 mm kell nyújtani rajta, hogy vagy egy egész hangot. Nem. Esetleg egy rendes méretű gityó? Amit szeretnél. Válasz valami nagyon extrát. Tudom, hogy voltál sok hangszerboltban. Én azt gondolom, hogy láttam már sok hangszert a kezedben. Bármit választhatsz. Én javasoltam neked azt, amit nehezen szeretnél elfogadni, de én rábeszélnélek, hogy
mi is szoktunk tátrai tiborozni a hangszerboltban zárás után, hát adjuk meg neked is. Próbáld ki nyugodtan a Tibusz gitárját, szerintem ő nem fog haragudni. Hát ne vegyünk erre mérget, de hát ezt nagy tisztelettel elfogadom. Kihúzhatod. Azért van súly. Van. Van, ez miből van ez? Ez jávor, teljesen jávor hangszer. És ugye, hát ennek az a trükkje, hogy ugye, bocsánat, ezt visszadom. Igen. Aha. Hát tisztán nem nagyon szokta használni a Tibusz. És ez a kis kapcsoló, ez itt? Ő... Ez felezi a hátsó hangszerét. Ez csak a hátsót. Tudom, hogy nem szorulsz a segítségemre, de mégiscsak megint segítek. Nagyon fura ez is. Ezzel meg nagyobbat kell. Sokkal nehezebb rajta, mint amennyire gondoltam játszani. Hát ő... egyébként kényelmes, csak valahogy nekem nagyon fura. Egyébként a kicsit a Godinomhoz tudom hasonlítani, ami van így a nyak, meg a szélesség, meg úgy az egész fogás. Ez annyira hozzánőtt, hogy igazából ilyen tényleg milliméteres eltéréseket észrevesz. Nagyjából ez az a tisztaság, amit ő szokott használni. Kristálytiszta nincs. Igen. Ha gondold, akkor ezt is átveszi. De egyébként... Hát igen... De hallatszik benne az a szand. Igen. Ez egy kicsit még, jó? Ja. Nagyon erősen kéne ezzel bánni, de nem finomkodós gitár, nem. Abszolút. De az nagyon ragad a kezem. Nem tudok rajta játszani. Elakad mindenbe a kezem, elakad a bundba, elakad a fogólapon, nem tudok rajta játszani. Valószínűleg meg kell tanulni rajta. Igen. Eleve a Tibusz borzasztó hegyes pengetőket használ. Igen. És hát ő az első gitár, ami elkészült, ezt én is ugye még a régi elmesélésből tudom, azt úgy adta vissza a Tibusz, hogy gyerekek, értem, hogy szépet akartok csinálni, de neki el fogom törni a nyakát az első alkalommal, ezt majd ő megerősíti. És az a gitár az nem is került sose hozzá, nem is készült el, tehát ez egy felkész hangszer, és ő kifejezetten egy traktort akart. Aha. És ez egy traktor. Ez az. Tehát ez az. Egy darab fa. Abszolút. Igen. Nem is tudom, hogy láttam már, hát borzasztó széles bundok. Borzasztó... Igen, külön kellett rendelnünk ezeket a bundokat. Konkrétan olyan, mintha ilyen izébe, ilyen eke vájatba lennének az ujjaim. Igen. Abszolút nem az az érzés, amire számítottam. Azt hiába mondhatod. Igen.
Igen, azt nem szabad nyomogatni, mert ez egy fix hurlábas. Igen. Hát, mi az élményed vele kapcsolatban? Borzasztóan durva, hogy játszhatok egy ilyen gitáron, de nem tudnék rajta játszani. Tehát mondjuk a koncert első pillanatában azt mondanám, hogy kérem vissza a régit. Uh-huh. Nekem ez annyira idegen a kezemtől. Jó, mondjuk most nyilván a pengető is zavar, hogy nem olyan, mint amit szeretek. Uh-huh. Nem tudom, ez az ő kezére van, ez az ő kezére van. Nyilván nem véletlenül. Valószínűleg egyébként lehetne rajta finomítani azzal, hogy hozzáállítjuk a te kezedhez, meg olyan húr. Persze. De azért alapvetően ez mondjuk most, vagy hát akkor, amikor az utoljára megfogta, akkor az ő kezéhez lett állítva. Hát élmény egyébként. Csak így a kezünkbe vagyunk. Igen, abszolút. Nekünk sem egy mindennapi hangszer. Hát gyerekek, Tibusz gitárja. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Ha megengeditek, még nem zárt, nem tudjuk bezárni a videót. Ezt még... Szeretnénk, ha nem mennél el üres kézzel, tedd le azt a hangszert. Erre semmi szükség, de tényleg, tehát, hogy... Hát az az igazság, hogy gondoltunk, hogy meglepünk valami olyannal, amitől talán boldog leszel. Ezt visszaadom, mert köszönjük, ez kölcsönben volt. Itt most csinálunk egy vágást. Jó. Nem csinálunk semmi vágást, mert ez abszolút tényleg nem volt megbeszélve. 90-as évekből nem tudjuk, hogy a jazzhez mennyi között van. Szerettem nagyon. De egy eredeti Gibson. Jó, csak kicsit emeltünk, és kicsit emeltünk. Ez egy hatalmas méretű Gibson plakát. Yesterday. Fogad szeretettel. Ez pedig... Nagyon menő! Oh, yes. Hát, Lucille. De a túloldala azt gondolom az, ami... Ja, itt meg. Jó, nem sok van már belőle. Úristen, hát... Ez még az eredeti Gibson hajtás, meg egy pár marsalos matrica. Nem mondod. Ezek viccesek, de nekünk is ilyen van kint a boltban, fogad szeretettel. Ez csak úgy... Nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm. Zseniális. Megasztek. Ez sem mai gyerek, tehát hát ezek mind gondolom. Öregek. Azért gondoltuk, hogy valami öreg dolgot adunk, mert újat mindenki tud adni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ati... Hatalmas élmény volt, gyertek a Vintage 52-be, próbáljátok ki az összes különleges gityót és az összes különleges erősítőt, mert szerintem itthon nem sok másik helyen találkozhatok ezzel a felhozatallal. Van még azért, de... Minden esetre nagyon jó érzés itt lenni. Hogyha szerviz kell, akkor is gyertek, hogyha van különleges hangszertek, akkor is gyertek. Ha tanulni szeretnétek, akkor is gyertek. Örültem, hogy itt láttam. Sziasztok! Csőzzetek! Mi is köszönjük! Ciao. Sziasztok.